Ugye itt van például, hogy ott telefonokat nagyon szeretik használni. Garai Zoltánné az értelmi fejlődésükben akadályozottak Tolna megyei közhasznú szervezet elnöke éppen azt a munkafizetet mutatja, amivel tanulni szoktak a hozzájuk fordulókkal. A legalapvetőbb jeleket és szimbólumokat, azok jelentését is meg kell nekik magyarázni. Ők ugyanis nem tudják, hogy mit akar a kijárási korlátozás kifejezés. Nagyon nehéz, a mi rétegünk éppen az a réteg, ahol az értelmi képességek sérültek, tehát a mentális funkciók, és bizony a könnyen érthető kommunikáció jelentősége itt lép be, hiszen ők nem értik ezeket az információkat nagyon sok esetben, ami elhangzik. Idegen szavakkal nem fogják föl a lényegét, ok-okozati összefüggéseket nem ismernek föl, egyedül rá kell őket vezetni, a logikus gondolkodásuk sérülése miatt főleg. Garai Zoltánné azt mondja, ilyenkor megnő a személyi segítők szerepe ebben a helyzetben, mert minden folyamatosan változik, és az értelmi fogyatékosoknak ez nagy nehézséget okoz. A szakemberek azért dolgoznak, hogy a mindennapi életben segítsék őket, és a jelenlegi járványügyi helyzetben megértessék velük, miért fontos a szabályokat betartani. El kell nekik magyarázni, mit jelent a koronavírus járvány, kikre veszélyes, miért kell bezárva lenni, és miért nincsenek a szokásos programjaik. Ezen túl az otthonlét sem könnyű az értelmi fogyatékosoknak sem, ezért különböző feladatokat adnak nekik. Osztottunk telefonszámokat, hívják fel a sorstársakat, akiket ismernek vagy táborból, vagy programokról, vagy a workshopokról, és beszéljék meg, hogy élnek városban, falun, mit jelent az, hogy kijárást fékezni kell, miért kell, a helyes higién és szokásokról, és adunk napi feladatokat. Az évfolyész munkatársai főként írott formában jelentetik meg a koronavírus járványa kapcsolatos híreket a honlapjukon, melyeket a Tolna megyei szervezet munkatársai is megpróbálnak eljuttatni az érintettekhez. A járvánnyal kapcsolatban az írásos anyagokon van a hangsúly. Ahogy látható a különböző kiadványainkból, az a lényege, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi szavakkal, jól tagoltan, egyszerre viszonylag kevés információt megosztva, képekkel illusztrálva, próbáljuk meg lefordítani azokat a bonyolult gondolatokat, szabályrendszereket, amelyekkel kapcsolatban mi gyakran egyébként nehézségekbe ütközünk. Tolna megyében több mint 300 értelmi fogyatékos ember él, zömük enyhe fokban sérült, míg országos szinten egy 2016-os felmérés szerint a számuk meghaladta az 50 ezret.